Köszöntöm nézőinket, Önök Pálya című műsorunkat látják. Mai adásunkban ismét megmutatjuk Baranya és Tolna megye színes sportéletét, a csapatsportoktól az egyéni sportágakig, az utánpótlástól az öregfiúkig, a versenysporttól a szabadidősportig. Tartsanak velünk, érdemes lesz! Tíz évvel ezelőtt a hazai futóversenyek palettáján újításként jelentkezett a szekszárdi Borvidék félmaraton. Minden nehézsége ellenére az egyik legsikeresebb rendezvénnyé vált. Az indulók száma megduplázódott, idén már 2000-en vágtak neki a különböző távoknak. Érdekesség, hogy a mezőny több mint fele így vagy úgy a leghosszabb távra a 30 kilométeres számba nevezett be. A futószallagon egymást érő Queen világslágerek kitűnő zenei hangulati aláfestést jelentettek a rajtnál is. Sokan futottak már síkon, telepen, sárban, esőben félmaraton, sőt, a rekordot jelentő 2000-es mezőnyben, itt a borvidéki félmaratonon, százakban mérhető az is, hogy kik azok, akik már egyszer teljesítették a maratont, a 42 kilométer 250 méter. De itt a szurdokos hegy és lejtmenetben közlekedve nem egyszerű történet a 11, a 16, a 22 kilométer, hát még a félmaraton plusz az új versenyszám a 30 kilométer teljesítése. Nem csak egyénileg, hanem két-három fős csapatokban is. Vagy sikerül, vagy nem, olvasható volt az első bálozók arcáról, akiket persze segítettek a jobbak és erősebbek. Színes tarkaság és bohémség a köbön Szekszárd első számú szabadtéri rendezvény központjában a Bératéren. Az öltözetek megállítják a járókelőket. A bajai lányokra aztán tényleg nem lehet nem odafigyelni, mit nekik a 30 kilométer, mindannyian egyéniben vállalták ezt. A fellépő kritikus szakaszokon bíztak az egymás támogató kohézióban. A fröccsös frissítő állomások is a borvidéki futóversenyek sajátosságai. Ács Rezső az első komolyabb frissítő állomáson, mint fröccsosztó szerepben. Önkéntes, a város első embere, már nem először a borvidéki dzsemborin. A tavaly évben is a borvidék félmaratonnál a Bélkirály téren már segített a frissítő osztásában. Most természetesen ezt a hagyományt folytatom itt a kablál közben. Mindenféleképpen szeretnék én is személyesen hozzátenni ennek a nagyszerű versenynek a sikeréhez. Hát az 5 km lefutásában gondolkodom, egyelőre még a tervezés szakaszában vagyunk csak. A mezőnyben a szomszédos sárközi települések hosszú távfutó is jócskán felfedezhetőek. Az Őcsényi Hajnovics Zoltán túl a 60-on ezúttal is kísérletet tesz, hogy az általa már lefutott 16 km hogy is néz ki borvidéki körülmények között. De mondjuk ez nem igazából futóverseny, hanem ez egy ilyen túlélő. Nehéz, nagyon nehéz. Csak síkságon futok, ezért nehéz nekem most. A tarka tömeget lassan, de biztosan szétszabdalták a szekszárdi történelmi borvidék völgyei, lankái. Az amatőr futók százainak igazándiból ott kezdődött el a választott távval és az önmagukkal való küzdelem. Sokan reménykedtek a futszál NB1-et nyomon követő szekszárdi, illetve tolnamözsi szurkolók közül, hogy összejön a hőnáhított nagy döntő a két csapat között. Közeledve az idei fináléhoz, ennek esélye még mindig fennáll. Eddig a Szekszárd FC tett ezért többet az elődöntő két mérkőzése alatt. Közeledett, de egyben távolodott is a Tolna megyei futballberkekben oly hőn óhajtott idei női futzál NB1-es megyei nagy döntő gondolata, a Szekszárd Tolnamözs mindent eldöntő derbi. Ezért sokat tett a napokban, az elődöntőben a szekszárdi FC, amely ugyan még húsvétkor kikapott hazai pályán, Bonyhádra kényszerülve a Hajdúböszörménytől 2-0-ra, de Micskó Márk edző okkal nyilatkozott úgy a mérkőzés után, hogy lépés hátrányba kerültek ugyan, de ez az egyik csapat második győzelméig tartó párharc még egyáltalán nincs lefutva. Okkal mondta, mert csapata játékban egyáltalán nem maradt el a vesztes meccsen sem a kétszeres bajnok hajdúságiaktól.
annak ellenére, hogy az előjelek nem voltak ugyan bíztatóak, már ami a külső körülményeket illeti, és a kulcsember Gancser Hajnalka ezen a meccsen csak percekre állhatott rendelkezésre. Az edzés lehetőségeink is korlátozottak, a létszámom is korlátozott, tehát abból főzünk, ami van, úgy gondolom, én büszke vagyok a lányokra, mindenkire egytől egyig, aki itt van. Mi mindent tőlünk telhetőt meg fogunk tenni. Ami lehetőségünk van, azt kihasználjuk akár edzéseken, akár mérkőzésen, aztán meglátjuk, hogy ez mire lesz elég. Arra, hogy a hajdúsági visszavágón nyernek a sárgák. Ez történt. Remek volt a kezdés, Megyeri Boglárka mindjárt az első percben betalált, és az is növelte a szekszári győzelmi esélyeket, hogy Pádárt, a Böszörmény egyik meghatározó játékosát a 20. percben kiállították. Írt a lehetőséggel a Micskó csapat, amely a második félidőben egy percen belül további két gólt szerzett, előbb az ukrán Vaskovecs, majd a csapatba újra vezéregyéniségként visszatérő játékmester Gancser Hajnalka vette be az ellenfél kapuját. Ez már egy kisebb káóval ért fel a hazaiaknál, de a Hajdúböszörmény felállt a padlóról, és az utolsó percben gólt szerzett. Mindez már csak arra volt elég, hogy szépítsenek. A döntőmérkőzést ugyanis a döntőbe jutásért május 11-én Szekszárdon játsszák. Amíg a Szekszárd otthon harcolhatja ki a fináléba jutást, a Tolnamözs ezt elszalasztotta. Mert hogy hiába nyertek az előző idegenbeli mérkőzésen az alapszakasz győztes, bajnoki címre a legesélyesebb Astra Kiskunfélegyháza otthonában 4-3-ra, otthon meglehetősen vidércnyomásosra sikeredett a második meccs. Már az első félidő rámutatott, ennyire széteső, lemaradó létszámhiányos védekezéssel nem lehet meccset nyerni ezen a szinten, már az első játékrész után 3-1-et mutatott az eredményjelző. A folytatásban, noha a támadó játékban láttunk több látványos, úgymond futzálos megoldást a tolnamezsi lányoktól, de ezekből ritkán alakult ki igazi gólhelyzet. A helyzetet persze tovább súlyosbította, hogy 4-1 után már testben és fejben nem igazán volt pályán a tolnamezs. Az Astra pedig köszönve a könnyen kialakítható gólszerzés lehetőségeket büntetett, 8-1 lett a vége. Persze van még vissza egy meccs, és ott, ahogy mondani szokás, bármi megtörténhet. Ám most még több a vészjósó jelzés, mint a pozitív megérzés. És az sem mellékes, hogy ezt a döntőbe jutásért rendezett nagy meccset már Kiskunfélegyházán játsszák. Nagy Roland edző szerint a rossz felfogásban zajló támadás vezetések következménye a védelmi csőd ezen a meccsen. Nem is a védekezésünk, hanem a támadásokat nem tudtuk úgy befejezni, hogy gólra vártsuk őket, sok zicsert hagytunk, és abból tudtak megkontrollázni minket, amire sajnos nem tudtunk visszaérni. Hamar tudtunk gólt szerezni, és ez azáltal a védekezésünket egy kicsit visszább tudtuk hozni. Szűkebben védekeztünk, egy picit talán fegyelmezettebbek voltunk. Ott sokkal jobban koncentráltunk a helyzeteknél, és ott be is jött, amit hát sajnos kapussal szembe se sikerült. Minden meccs más, ugye az egy új mérkőzés, tiszta lapról indul. Mi mindent meg fogunk tenni annak az érdekében, hogy mi bejussunk a döntőbe. A Tolnamözs egyébként pozitív és negatív értelemben is a szélsőségek csapata, amely az alapszakaszban a 4. helyen végzett. Az év meccsén vajon melyik arcukat mutatják a lányok? Azután, hogy 6-3-ra tudott nyerni a Forsberg Linz ellen, a közép-európai asztali tenisz csapatbajnokság döntőjének első mérkőzésén idegenben a Szekszárd AC megcsillant a reménye annak, hogy 2016 után újra elhódítja a döntő okán Szekszárdra érkező serleget. A felettébb motivált linciek ellen az egyesben a kínaiak nélküli európai ranglistát vezető cseh illetőségű Polcanova ellen a vele összekerülő szekszárdi légiósnak, sem Paskalajkének, sem a szemmel látható a jóformában lévő védőstílusú ukrán Bilenkónak nem volt, nem lehetett esélye a győzelembe, egy játszmát tudtak mindössze elvenni tőle. A budapesti világbajnokságon az egyesben a legtovább 2 győzelemmel a 32-ig eljutó Madarász Dóra ugyan le tudta győzni a káprázatos dolgokra, de egyszerű labdavesztésekre is képes japán Hamamotót, de ezzel ellőtte valamennyi puskaporát a szekszári csapat első számú játékosa, persze csapattársai is elvesztették a soron következő meccseiket. Így a visszavágón 6-1-re nyert az erősebb csapat, a Linz AG, a kinti 6-3-as győzelem már semmit sem, legfőjebb szép emléket jelentett.
Szerencsésen alakult kint ez az igazság, a japán lány megsérült, és onnantól nem tudott játszani, cserére voltak kényszerülve, aki ugye nem tudta úgy helyettesíteni, így éltek a reményeink a 6-3-mel, de a valóság az az, hogy a 6-3-as vereség is nekünk bravúr lett volna ma. Nem játszottunk rosszul, büszkék vagyunk a lányokra, ennyi volt bennünk, a Linz jobb csapat volt, teljesen megérdemel nyerték meg így 6-1 arányba is a mérkőzést, úgyhogy gratulálunk neki. Gondolom, hogy nem kell se túl, se alul értékelni, minden kupát megnyerni szép, a Szekszárd egy erős csapat, azt gondolom, hogy a mai 6-1-el azért bebizonyítottuk, hogy mi azért talán erősebbek vagyunk. A Superliga idei döntőjében a svéd védőstílusú Bergström ellen elvesztett meccsek tették esélytelenné a Szekszárd AC-t. Őt az első meccsen nem tette be a csapatba az osztrák klub magyar vezetőedzője Harci Zsolt, vagy nem volt még megfelelő állapotban. Mivel a páros az elején már elment, egy győzelemre még mindenképpen szükség lett volna a Japán ellen, mert az ázsiaiak nélküli európai ranglistát vezető Cseh Polcanova olyan magas szintet játszott, hogy senkinek sem adott esélyt. Tehát érezni, hogy elment ez a hajó. Ha a Dóra meg tudta volna azt a meccset nyerni, akkor megmaradtak volna a reményeink a további mérkőzésekre is, bár akkor se úgy gondolom, hogy mi nyertünk volna, mert a szett arányunk borzasztó gyenge volt, ahogy haladtunk a meccsbe előre, sok volt a 3-0, tehát érezni lehetett, hogy még hogyha 3 meccset nyerünk, még az is kevés lett volna, hogyha 2 meccs alapján összeadottak volna, ugye a szett számolás következett volna, az is kevés lett volna. Az az igazság, hogy ma nem volt bennünk több, ennyi volt bennünk. Eddig jutottunk, én azért örülök, hogy döntőt tudtunk játszani. A Linz meg jobb csapat. Ennyi történt meg. A Szekszárd AC siker korszakában az elmúlt 3 évben egyszer már elhódította a közép-európai szuperkupát, egyszer már volt döntős, mint most, és lett ezüstérmes, egy bronz is összejött. A megszűnőben lévő sikercsapat az idei szezon zárásaként júliusban a magyar bajnokság 3. megnyerésével tenné emlékezetessé a közelgő búcsút. A fogyatékosok nappali ellátója 4. éve szervezi meg Pakson a 7.-8. osztályosok számára azt a játékos vetélkedőt, melyen az iskolák csapataihoz csatlakoznak a paksi NB1-es férfi kosarasok és a Kereszt utcai Nyitni Kék klub gondozottjai is. A résztvevők vidám ügyességi feladatokat oldottak meg közösen. Vidám hangulatban telt az érzékenyítő délután, melyen az épp és a sérült gyerekek profi kosarasokkal kiegészülve töltöttek el néhány kellemes órát sportolással. A résztvevők 5 csapatot alkotva 5 állomás helyen vidám ügyességi feladatokat oldottak meg közösen forgórendszerben. Immár 4. éve szervezzük meg az integrált sportnapunkat. Ezzel a programmal az általános iskola 7.-8. osztályosait szólítjuk meg. A tevékenységeink során minden korosztálynak szervezünk érzékenyítő programokat. Próbáljuk azokat a formákat megtalálni, ami az ő életkori sajátosságaikhoz igazodik. Az első állomáson egy befőttes gumi segítségével kell a csapatnak közösen műanyag poharakból tornyot építeni, ami így első hallásra egyszerűnek tűnik, de komoly koncentrációt és együttműködést igényel. A második állomáson kipróbálhatják a kerekesszékben élők sorsát, egy kicsit versenyezhetnek, illetve manőverezhetnek a kerekesszékben. A harmadik állomásom egy szakadékon kell átjutnia a csapatnak úgy, hogy nem lépnek le erről a szakadék fölötti kis hídról, amit egy pad jelképez, majd ezt követően félig bekötött szemmel kell egy kis pingponglabdát lepöccinteni egy üveg tetejéről úgy, hogy előtte egy kicsit megpörgetjük őket. Ez egy nagyon izgalmas érzés. Mindenki azt gondolja, hogy ez egy nagyon könnyű feladat, de azzal, hogy a látásunk egyik felét kitakarjuk, és még egy picit el is szédítjük a játékost, nagyon nehéz oda koncentrálni, hogy ezt a labdát lepöccintsék. Aztán a 4. állomáson különböző labda hurcolási feladatokat kapnak, különböző méretű labdákat, különböző eszközökkel kell a csapatnak átjuttatni egyik helyről a másikra. És az utolsó helyen pedig
egy ejtőernyő segítségével kell a kosár palánkba találni a labdával. Az általános iskolások közül többen már sokat szóra vettek részt az eseményen, de volt, aki most jött először. Én most vagyok először, eddig egyszer sem voltam, és a kedvencem eddig, melyik is volt, hát az a pöckörős ott, ami megforgattak minket, le kellett fedni az egyik szemünket, megpörgettek minket, és a porrak tetejére le kellett pöckölni a pingponglabdákat. És melyik volt a legnehezebb, amit eddig csináltál, úgy érzed, hogy na, ezzel kemény dolog volt megküzdeni? Hát amikor a ilyen levelővel kellett kosára dobni. Az atomerőmű SM NB1-es férfi kosárcsapatának válogatott játékosa, Ruják András Sopronban akkori csapatával már részesült hasonló élményben. Egy profi kerekesszékes csapattal játszottak, természetesen kerekesszékben kosármeccset. Most is a kosaras részét találta a legizgalmasabbnak. Takaróval kellett kosárlabdát eljutatni a kosárba. Szerintem eddig 3-4 csapat volt ott, úgy hallottam, itt az ovációkból, hogy eddig csak nekünk sikerült, úgyhogy erre roppant büszkék vagyunk. A program célja, hogy fellépjenek a hátrányos megkülönböztetés ellen, így a Paksi Református Egyházközség és a Veled is törődünk Egyesület Paksi is részt vesz, második éve már a szervezésben. Minden korcsoportban eldőlt már a továbbjutás sorsa a kispályás labdarúgó diákolimpia megyei fordulójáról. Az első játéknapon a legkisebbeknél a komlói Kökönyösi Általános Iskola, a harmadik korcsoportban pedig a pécsi Miroslav Kreza Horvát Iskola Központ labdarúgói lesznek ott az országos döntőn. A második játéknapon a második korcsoportban a két nagy esélyes közül a Kozár Mislenyiek képviselik a megyét Szombathelyen. A második korcsoportosoknál a Kozár Mislenyi Janikovszki Éva Általános Iskola és a PTE gyakorló emelkedett ki a megyei kispályás labdarúgó diákolimpia mezőnyéből, így az egymás elleni mérkőzés fontos volt a továbbjutás szempontjából. Ezt a találkozót 4-0 arányban a Kozár Mislenyiek nyerték. De vajon hogyan látják a mislenyi gyerekek a csapatukat, a mérkőzéseiket és az esélyeiket? Most legyőztük a PTE gyakorlót 4-0-ra, és hát eddig mind a kettő meccsünket megnyertük, így 6 ponttal, hogyha ezt a meccset is megnyerjük, akkor bejutunk a döntőbe, és ha megnyerjük, akkor megyünk az országos döntőre. Eddig jó meccsek voltak, nyertük az összeset ugye, és hát a PTE ellen nehéz meccs volt, de megnyertük szerencsére. 6 éve focizok, és azért ezt választottam, mert labdásport igazából, és labdásportok azok tetszenek, és... Szerinted eljuttok az országos döntőre? Szerintem igen. Igazából azt kéne ezt megtartani, hogy ne bízzuk el magunkat, és most oké, hogy a legnagyobb ellenfelünket megvertük 4-0-ra, de nem szabad nagyon elbízni magunkat, hisz akkor kapunk egy pár gólt, mert ugye beképzeltek vagyunk. A csapatjáték nagyon jó, egy pár dolgot lehetne javítani, például, hogy a támadásnál, a labda kihozatalnál, hogy a támadók mindig lépjenek be középre, de így nincs semmi, amit rosszul csinálnánk, vagy bármi. Ez a meccs ez nagyon nehéz volt, és nekünk jól ment, jól védekeztünk, jól támadtunk igazából szerintem, és ezt ki is tudtuk használni, jó sok gólt rúgtunk, tehát igazából most ennek örülünk. Szerintem azért már elég jól ismerjük egymást, meg tudtunk jól támadni, védekezni. Szerintem tovább is jutunk, hogyha továbbra is így folytatjuk. Jó volt ez a meccs, mert megnyertük, nem csak azért, mert élveztem is, hogy játszhattunk meg. Ilyen sikert megélhettünk. Szerinted tovább jutok ti? Szerintem tovább jutunk. Tavaly is tovább jutottunk, az országosan második helyet értünk el. Szóval szerintem erősek leszünk. Nekem az a célom, hogy minél több gólt rúgjak, minél több gólpasztatassak. A kispályás labdarúgó diákolimpia megyei döntőjének 8-as mezőnye a 6 körzet győzteseiből és a rendező, valamint egy választott körzet második helyezettjéből állt össze. Úgy lehetett ide eljutni, hogy a városi, illetve körzeti versenyeknek a győztes, illetve egy-két körzetben a második helyezett csapatok jutottak ide. 8 csapat, 2 csoportban a körmérkőzéseket játszanak, és utána az elért helyezés alapján lesznek a helyosztók a döntő és a harmadik helyért.
a megye minden részéből. Pécsről van két iskola, illetve a pécsi körzetből, a Kozár Misten is a PTA gyakorló csapata van itt. Akkor Mohácsi körzetből van a Parkutcai Katolikus Iskola csapata és a Bój. Itt van Vásárosdombor, Siklós, a Tűnsi iskolák ugye, közös csapata, Sejjei körzet bajnoka, és a Szigetvári körzetből Szent Lőrinc. Ezeken a fordulókon már színvonalas, jó mérkőzéseket láthattak a szakemberek, akik szerint a baranyai csapatok esélyesek az országos döntőn a jó szereplésre. Nagyon jó a színvonal, nagyon ügyes gyerekek vannak, szeretik a focit és jól játszanak. Tegnap volt az első és a harmadik korcsoportosoknak a megyei döntője. Az első korcsoportban a Kökönyösi általános iskola Komlóról nyerte, a harmadik korcsoportban Pécsről a Miroslav Krezsa csapata lett az első, nagyon ügyesek voltak, sok mérkőzés, és kitartott az idő is. A játéknapon a Kozár Mislenyi fiúk legyőzték a másik csoportgyőztes Bój együttesét is, így ebben a korcsoportban ők képviselik Baranyát az országos fordulón Szombathelyen. A Siklós, a Szent Lőrinc, a Hosszúhetény és a Pécsvárad csapata játszik a Baranya megyei felnőtt női kézilabda bajnokság felsőházában. Május 4-én a második helyen álló Szent Lőrincese fogadta a harmadik helyezett Hosszúhetényiese csapatát a rájátszás soros fordulójában. A házigazdák 29-14-re győztek ezen a mérkőzésen, így a hosszúhetényiek már biztosan bronzérmesek. A 14 alapszakasz mérkőzést követően alakult ki a felső és alsóház mezőnye a megyei felnőtt női kézilabda bajnokságban. Az alapszakasz során a Siklós KC 25 pontot, a Szent Lőrinc SE 20-at, a Hosszúhetényi SE 19-et, míg a Pécsváradi Spartakusz SE 14 pontot gyűjtött, így ők vehetnek részt a felsőházi rájátszásban. Az alsóházba pedig a Komlói NKE, a PTE AOK Petőfi SE, a Kozár Mislenyi SE 3, valamint a Vörös Meteor SK Pécs gárdája került. A rájátszásban az egymás elleni alapszakasz mérkőzések is számítanak, ehhez jön hozzá a 6 forduló eredménye. Az utolsó előtti mérkőzésen a rózsaszínmezes Szent Lőrinc SE a kékmezben játszó Hosszúhetényi SE-t fogadta. A házigazdák 29-14-re nyertek, amihez Szabó Anna Mária parádés védéseivel nagy mértékben hozzájárult. Én nagyon reméltem már az elején, hogy meg lesz ez a meccs, mindenképpen meg szerettük volna nyerni. Igazából azt gondolom, hogy a fél időben már tudhattuk, hogy itt azért esélyesek vagyunk a nyerésre, de mindvégig küzdenünk kellett, mert a Hetény is egy nagyon erős ellenfél, és kiki meccseket szoktunk ellenük játszani. Igazából 10-11-12 éve játszik együtt a csapat, sokat változott, vannak olyan emberek, ketten talán, akik már az elejétől kezdve velünk vannak, kisebb-nagyobb szünetekkel, illetve vannak olyanok is, akik tavaly jöttek, tavaly előtt, tehát azért elég változékony egy ilyen női csapat, tudva lévő az, hogy jönnek-mennek szülni a lányok, vagy más csapathoz igazolnak esetleg, bár ilyet még nem nagyon tudok, nem tapasztaltunk. A Hosszúhetényi SE az utolsó rájátszási forduló eredményétől függetlenül már biztosan megszerezte a bronzérmet ebben a szezonban. Úgy gondolom, hogy a minimális, nem minimális célt, a kitűzött célt elértük ezzel is, hogy ma itt kikaptunk. Hát nem örülök neki, hogy itt nyilatkozom, mert ez volt a legsúlyosabb vereségünk ebbe az évbe, az egyik legfontosabb mérkőzésünkön. Azt kell tudni a lányokról, hogy ők mint hosszúhetények, tehát senki nem máshol kezdte a kézilabdát, és hát az utóbbi 12 évben mi eltöltöttünk 2 évet az MB2-be, és azon kívül a többi 10 évben, most már ezt is hozzászámolom, mindig az első háromban voltunk, nyertünk 3-szor bajnokságot, aztán voltunk másodikak, talán 7-szer, mindegy, a lényeg az, hogy mindig ott voltunk a bajnokság elején. Ez elég nehezen indult itt az idei bajnokság, nem úgy, mint ahogy szerettük volna, de attól függetlenül azt mondom, minimális célt elértük. Ha ma nyerünk, akkor még bajnokok is lehettünk volna, tehát itt a rájátszás nagyon éles volt. Most már ez leredukálódott két csapatra, ugye Siklósra és a Szent Lőrincre. Hát kicsit rosszul érintett bennünket az, hogy itt a Siklós több mérkőzésen nagyon gyengén állt föl, és ezzel könnyű helyzetbe hozta a mi potenciális ellenfeleinket a második-harmadik helyért.
és hát ezért nem sikerült odaérnünk a második helyre. Én úgy gondolom, hogy a Siklósnak nagy esélye van arra, hogy otthon ezt a bajnokságot megnyerje ellenük jövő héten. Hát figyeljük majd, hát nekünk egy olyan mérkőzésünk van, aminek semmi jelentősége nincs már, hiszen Pécsvárad mindenképp negyedik, mi ezzel a vereséggel 3 ponttal vagyunk lemaradva, mindenképpen harmadikak vagyunk, tehát egy tét nélküli meccset fogunk játszani utolsó fordulóba. A rájátszásban 15 pontos Siklós KC tehát a jelenleg második helyen álló, de mindössze 1 ponttal lemaradó Szent Lőrinc esélyt fogadja az utolsó fordulóban. A bajnoki cím sorsáról az a találkozó dönt majd. Ennyi fért mai sportműsorunkba, jövő kedden találkozunk, viszontlátásra!